az ingatlanpiac, a legtöbb gazdasági ágazatot ugyan negatívan érintette a vírushelyzet, az ingatlan árak mégis maradtak a járványhelyzet előtti szinten. A szakértők keresleti oldalról viszont érzékeltek növekedést, Leginkább a vidéki ingatlanok piacán. A tulajdonosok kényszerből a mostani helyzetben sem adják el ingatlanjaikat. A hozzáértők szerint ennek az egyik fő oka az, hogy a moratóriumnak köszönhetően jelenleg nem kell törleszteni a hiteltartozást. Így nincsenek eladási kényszerben az emberek, még akkor sem, ha a koronavírus járvány miatt nehezebb anyagi helyzetbe kerültek. Hogyha a munkahelyek úgy tudnak visszaállni a, a a rendes kerékvágásban, ahogy a járvány beköszönte előtt voltak, és ez a következő év elejére realizálódik, mire újra törleszteni kell mondjuk hiteleket, akkor nem hiszem, hogy jelentős változás lesz az árakban lefelé, mert akkor semmi nem indokolja azt, hogy valaki kényszereladási helyzetbe kerüljön. Nyilván az egy másik forgatókönyv, hogyha nem mindenki tud úgy visszaállni a munkahelyére és a termelésbe, ahogy az az előtti előttelévő állapotban volt, mert akkor lehetnek problémák és lehet egy valamilyen szintű árcsökkenés. Ahogy azt mondjuk a budapesti kollégák, ingatlan szakértők már jelezték, hogy ott egy jelentős 5-10%-os árcsökkenés már megindult a piacon.